Mit üzentek haza? Nagyon jó idő. Itt tudunk úszni. Ez jó. Ennyi. Miért mi más kéne? Meg hogy jöjjenek hamar vasárnap. Még egyszer. Jöjjenek hamar vasárnap. Legyen hamar szombat. Akkor van szülinapja. Halló, mit üzentek haza? Semmi. Jó anya! Korán reggel van. Mit üzentek a híradóba? Mit üzenjünk? Hát jó étvágyat mindenkinek a reggelihez. Halló, mit üzensz a híradóba? Jó napot! Ne legyen eső! Nem. És mit üzentek haza? Nem akarok haza menni. Mit üzensz haza? Szeretlek, anya! És mit üzensz haza? Sziasztok! Hát a kis cicának az, hogy ne kakijon oda mindenhova, az a lakáncájába. Anyáik meg vigyázzon a magukra, amikor felpakolnak a varázsból. Igen, erre vigyázzanak. Hát azért az nem... Igen, és mentsék ki az elászott könyvet. Hát, az jó lenne. Ő mit üzen haza? Nekem nincs otthon semmi. Az előadást is várjuk már. Igen, érdekel a többi. Második mit üzensz a híradóba? Köszönöm szépen, erre vágytam, hogy benne legyek a híradóban, mert soha nem vagyok benne, csak az Ulánspégában, mikor mentegetőztem, és most is mentegetőzök, hogy amúgy jó vagyok, csak nagyon legyek benne. Köszönöm. És ott arra mit üzenj? Ott arra, hogy hát az a gond itt, hogy szeretem anyut, és kicsit néha én jó vagyok itt mindig. És ennyit kicsit akartam néha. Volna. Csak a beszédkészségemet, csak rontják, nem javítják. És édes Istenem! És lassan kamera érzékeny leszek, úgy érzem, de igazából minden oké. És azt akartam, hogy is meg magadra, légy szíves. Csak ez hiányzott nekem így, hogy így legyél benne. Így, ilyen. Csak egy táncol. Na, babus táncol. Ennyi a tudás. De ugye meghallgat. Mit üzent otthonra a szüleidnek? Nem tudom, hogy még nem ébredtem fel. Hát akkor jó reggel. Mit üzent otthonra a szüleidnek? Ó, hogy jöjjenek el vasárnap mindenféleképpen, és sok puszi. Mit üzent otthonra? Hát üzenem az a családomnak, hogy minden oké, nagyon szeretem őket, meg a kutyámnak üzenem, hogy remélem megetetik reggelente, mert most nem vagyok otthon. Majd meg kérdés! Hamis, mit üzensz otthonra a szüleidnek? Nem is tudom. Hát, hogy várom őket, mert majd jönnek le ők is, és majd érezzék jól magukat. Jó reggelt, Balázs! Mit üzensz otthonra? Hát azt üzem otthonra, hogy szia anya, szia apa. A kutya ne legyen dagadt, mire hazamegyek, mert mindig dagadt, mire hazamegyek. És nagyon szeretek titeket, főleg téged anya. És hétfő remélem még hazajutok. Köszönjük szépen! Szívesen! Csipás a szemed, Balázs! Tudom! Teszem apát, anyát. Teszem apát, anyát. Ez már volt. Köszönök mindent nekik. Milki? Milkinek és a kutyámnak. És mindenkinek köszönök mindent. Panninek is csak most megizél engem. Meg azzal a bottal. Gabinak is, hogy megizél engem. Mindent köszönök. Én is köszönöm. Hú! Jó étvágyat! Köszönöm. Na szóval. Nem kérdeztem még. Ja? Ja? Bocsánat. Dani, mit üzent otthonra a szüleidnek? Hát a legfontosabb dolog, amit én szeretnék üzenni, hogy egészségükre. Na. Tehát
szeretném megköszönni a boltos nénének, a Petinek, hogy elkísért. Köszi, Peti. Igazából ennyit akartam mondani. Meg ezt szeretném mondani három dolgot, ami nagyon fontos, szerintem, meg szerintem sokak szerint fontos. Mikor van második túlnyos? 8-27. Már van! De azért mondom, hogy csak 8-27 van, nem féltől van? De. Mi is előbb kezdtük. Menjél kajálni! Hát most tök mindegy, tök szegény mindegy, menjél be a fegyét! Nem tudja elmondani a három fontos dolgot! Szóval, a három fontos dolog. Légy szíves! Valami nagyon nincs rendben. Szóval 8.30-kor kezdődik a második turnus. Az első? Ez az első turnus még. Most itt meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy gratuláljak Csabáéknak, Virágéknak, Somáéknak, Antiséknak. Egy ki volt benne? Árpinak. Meg Csabának. Meg Csabának. Ja, valami. Csabának kétszer. Tegnapi előadásokhoz. Azért nem tudom, mennyire látszik hajat mostunk. Köszi Somának. Na, ezt ja, meg Csabának, ezt konkrétan a híradóra. Szeretném Somának is megköszönni, hogy átsegített a nehéz helyzeteken. De mi az a három fontos dolog? Ezt nyomnál ki. Én mindig nem találtam ki. Mit üzensz a szüleidnek és a testvéreidnek? És a kutyádnak. Hívjanak fel, mert nem veszem fel a telefon. Nem, tényleg. Nem veszem fel a telefon, ha valaki felhív. És azt hittem, hogy jó érzés lesz, ha Csabi majd kameráz, de baromira nem az. Rendben, köszönöm szépen a válaszodat. Én is köszönöm. Én bátor nem üzenném, hogy viselkedjem, mert olyan képeim vannak róla, hogy ez most... Ez a lényeg. Hogy anya főzzön nekem, ha hazamegyek. Mi mindig csak a kajáról beszélünk. Máté, mit üzent haza a szüleidnek? Hát, hogy érezzük dolgokat. Igen, ennyi? Aha, és hogy nagyon szeretném őket. Köszönöm szépen a válaszodat. Más valamit szeretnél elmondani? Igen, szeretném. Hát menjél. Hát én nagyon szeretem őket, és nagyon jól érzem magamat. Ennyi. Szia, jó reggelt! Mit szeretnél hazaüzenni a szüleidnek? Mikor? Ma. Kívánunk kedves nézőinknek! A ma esti időjárás jelentést fogják hallgatni. A tegnapi esős és szeles időjáráshoz képest ma már sokkal jobb és kellemesebb időt köszönhetünk magunknak, bár a Balaton vize még itt sem lesz fürdésre alkalmas. Különleges állathangokat hallunk a távolból. Valószínűleg a tegnapi esőzés vethette őket partra. Sosem láttam még ilyet. Oh, my God.
megszakítjuk a mai adásunkat! Három dologtól féltem eddig. A haláltól, a szegénységtől, meg a szerelemtől. Már nem félek egyiktől sem. Felesleges volt. Nem volt értelme. Hamar kiállom mind a hármat. Mind a hármat. Igen. Ha ha ha.